szólsz ahhoz, hogy most én csinálom az interjút? Általában ez úgy szokott működni, hogy egy 10 nap előtte megkapom e-mailben a kérdéseket, hogy egyáltalán vállalom el. A rengeteg fejlesztésed miatt a csapat főnöknek 3 éve nincsen belső ajtó a WC-n. Fontosabbnak érzem a fejlesztést, mint egy ajtó. Viszont az autón így tud lenni most 4 műanyag ajtó. Én turbosítva lett az autód, ugye? Igen, igen, kapott egy turbót, gyakorlatilag jól működött, a hajtást azért tördeltet. Akkor most már lesz olyan, ugye, hogy nem háttal ülsz a kormánynak? Hát remélhetőleg igen, csomagtartóba fogok most ülni. Most az lesz igen, idén? Igen, csomagtartóba, de előrefele nézek. Idén elérni. Én minden. Én dobogóra akarok végre állni. Én? Hát szeretném utolérni a Krisztián. Tavaly évről idénre miért nem fejlesztettél? Sok volt a Teslás buli? Tényleg egyszer lehet elvileg, hogy ezt a csattogást, ezt megengedte neked valaha, hogy végig csattogtad az AMD-est úgy, hogy már Kazincbarcikáról telefonáltak? Igaz, hogy éjjel-nappal dolgozol, hogy egyáltalán el tudjál indulni egy versenyen? Igen, ez igaz, nagyon sokat dolgozok, így azért nagyon sokat kell dolgozni, hogy ezt üzemeltetni, és itt tudjak lenni, és új gumit tudjak. Jó, ez volt a marketing szöveg Túróczi Árpád részéről, mert életében nem dolgozott. Most jött haza Hawaii-ról, úgyhogy majdnem lekéste a versenyt. Akkor tehát, köszönöm a támogatóknak, hogy itt lehetett. Ahogy hallottam, egy autóval mentek idén, ugye? Van egy úgynevezett wiki program, ahol csak 477 lóerő az autó. Jelen pillanatban mind a két féltengely egyszerre tört el. Törünk minden, reméljük alatta majd nem. Az, hogy a csapatfőnök az mindig szívja a méreteket, hogy egy picikét azért le kéne adni a súlyból, mert lehet, hogy azért nem vagy első, mert túl súlyos vagy. De hát már a kocsi nincs mit, most Bimbo Józsefen kell. Úgyhogy most már muszáj rajtam faragni. Jó. Hány lóerős az autód? 202 lóerő. 630. Közel 600. 547. 427. 409. Mennyi? 286. Nincs 300 lóerő az autó? 302. Szuper. Hány lóerős az autó? 450 és 500 között van. Smart Racing Team.